Na, sziasztok! Ismét itt egy ilyen érdekes játék. A klik-lik-lik-dig. Szóval, klik-klik-dig. Hasonlót már láttam telefonon. Ez még a prolog verzió, tehát hogy ez azt jelenti, hogy még a játék majd kicsit később fog ugyanúgy kijönni. Na most, ennek az a lényege, ez a tipikus kattingatós, ilyen fejleszgetjük a karakterünket dolog, és egyre több damage, és egyre nagyobb damage, és egyre mélyebbre jutunk, és stb. Elvileg már 16 kilométert ástunk le a föld alá, elég gyorsak vagyunk amúgy, hogy a fene megesz minket. Oké, ez itt a DPS, és már van is egy új emberünk, aki segít nekünk. Oké, de hagyjál békén, tudom, hogy mit jelent az a gomb. Nem next, mox, azaz, az kell nekünk. Ezt szeretem, mert így, hogyha lekattingatjuk, itt most alapból level 6-ig fogunk menni, az ott mi? Ó, de jó, adott nekünk két ilyen gyémergenyúrt. Egy-egy, click this button, silly task, igen, milyen taskunk van? Click 100 times, aha. Van egy, az egeremen egy gomb, ami, hát, leírás szerint kettőt kattint. De amúgy én ezt már észrevettem, hogy háromszor is kattint néha. Attól függ, hogy éppen milyen játékot játszunk. És én azzal dupla kattintok most, tehát, hogy azért bolondul meg néha a játék, hogy most mi van. Azért állunk egy helyben, de én amúgy menet közben kattingatok. Még lehet hallatszódik is. Á, tudom, ez majd olyan lesz, amit később, hogy mobilon, mintha ezzel én már játszottam volna. Az a giliszta, az nekem nagyon ismerős. Én ezeket az idle kattingatós fejleszgetős játékokat, ezeket amúgy szeretem. Oké. Tehát az, ennek annyi lesz a lényege, hogy eljutunk egy bizonyos szintig. Aztán, mikor ezt a szintet elértük, akkor utána lehet resetelni a játékot. Ez a... Tehát most alapból úgy van, hogy az aktív fosszilokból, fosszíliákból nulla van, ami meg úgymond már felszedtünk, de még nem aktiváltuk, abból egy. És az a lényege, hogy minden aktív, amit aktiváltunk, 5 bónusz damage-et ad. De a jelenlegi szorzónk az 1-es, és eddig 1-et kaptunk az obszidián szintekből. Tehát ennek ennyi a lényege, hogy ez a tipikus, most elérünk egy bizonyos szintre, utána resetelni fogjuk, és akkor utána... Köszönjük, ennek sok értelme nincs. Gatit, mi van? Mit gatoljak? Ja igen, tehát hogy majd amikor 10-es szintre elér, akkor a damage-e 25%-kal fog nőni. Tehát ez a tipikus ilyen kattingatós prolog shop, kösz, oké. Tehát úgy lesz, hogy valami van, abból lesz valami más, itt majd tudok még amúgy rajta erősíteni. Igen, tehát hogy úgy van, hogy bizonyos ideig fogunk csak kijelentkezve kapni keresetet, és akkor ezt meg lehet egy órával növelni. Ez tipikus mobil hülyeség, tehát ott vannak ezek a dolgok, hogy Helper upgrade, because a certain levels. Oké. Tehát, hogy ezek tipikusan olyan játékokban vannak mobilon is, amik ugyanezzel a sémával foglalkoznak. Tehát, jó van. Annyi a lényeg, hogy most már ő elég erős ahhoz, hogy látjátok, kattintás nélkül megyünk lefelé, mindjárt majd veszünk egy következőt, ez 500-nál jön, hát ezt még lehet mindjárt gyorsan kikattingatjuk, akkor már ketten fogják csapkodni a földet, nekünk lassan nem is kell csinálni semmit. Ennyi.
Csak, tehát ez a dolog, hogy offline earning, meg stb. Ez tipikusan mobilos. Mobilon nem úgy játszol. Számítógépen se úgy játszol amúgy, hogyha belegondolsz, hogy állandóan. Úgymond. Hanem ott is úgy van, hogy mondjuk, mit tudom én, most mondok valamit, elmész vovozni, és akkor, amikor inaktív vagy, akkor úgymond nem fejlődik semmit, se a karaktered, se a játék, se semmi. És ezeknél a mobil játékoknál, mivel mobilon azért általában kevesebbet játszik szerintem az ember, főleg úgy, aki így szeret, meg szokott, azt elkaptuk, aki úgy szeret, meg szokott játszani mobilon, meg alapból tehát alapból is szeret még szokott játszani, ezt akartam kinyögni, azoknál az, hogy a mobilon így be vagy úgymond mindig korlátozva, a legtöbb játékban vagy energiád van, vagy valamilyen olyan rendszer, ami nem érdekel az a gliszta, ami azt eredményezi, hogy bizonyos ideig tudsz játszani. Egyébként egész nap azt nyomkodnál, a legtöbb ember is akkor nagyon gyorsan haladnának előre a játékon belül, ami utána nem tenne jót a játéknak. Ezért vezették be az energiákat. Csak hát az a probléma, hogy ezek a játékok, meg hogyha csak akkor működnének, tehát kifejezetten ezek az idle játékok, mint ez a click-click-dig, jó, édes Isten, ilyen nevet kitalálni egy játéknak. Na mindegy. Tehát mint például ez a click-click-dig is, amilyen típusú, ebben nagyon-nagyon rosszul nézne ki az, hogyha csak annyit haladhatnál, amíg a játék nyitva van. És ezért van az, hogy ilyenkor kapsz offline earninget is, csak nem tudom, amúgy most ezt nem látom sehol, hogy mennyi az offline. Valahol meg kéne. Az ott mi? Bonus position character strength is tax. Ha, tehát akkor őt át tudom ide rakni. Ne, várjál. Ide rakni. Őt meg... Ahogy se tudom mellé rakni, nem baj, így. Lesz. Hát így most stackeljük őket. Nem tudom, hogy ez amúgy pár pillanat mit jelent, de jó hangzik, ezért megcsináljuk. Azt nem látom, hogy mennyi az offline earningünk, hogyha nem vagyunk fent. Azt próbálom kideríteni. Igen, daily rewards, codes, bla bla bla, start. Nem tudom, majd ezt megnézem valahol, mert nem írja. Lehet, hogy itt valahol itt van az orrom előtt, csak én hülye vagyok hozzá most. Damage multiplier, oké, bla bla, nincs. Ez se. Got it. Az se. Got it. Az se. Got it. Ez se. Igen, az achievementek azok fejlesztik a karaktert. De... Ja. De nem látom azt, hogy mennyi, és ezekre is, hogyha ráviszem... Gyere ide. Nem. Itt nincs offline earning. Az nem az, az nem az, az nem mond semmit. Mindegy, általában úgy szokott lenni, hogy 2, 4, 8, 12 óra, esetleg 24 óra. Van egyetlen egy játék eddig, hát az állat volt eddig. Az Eidolon, Legends of Eidolon. Awesome az a neve. Ilyen, hát próbál ilyen Eidol MMO lenni. Amúgy szerintem elég jó, amit csinálnak vele, és ő volt az egyetlen olyan játék, ahová belépsz, mit tudom én, egy év múlva,
vagy két év múlva, ott hagytad a játékot, mert már meguntad, meg egyebek, és visszalépsz egy év múlva, és megkapsz mindent, amit addig a karaktered gyűjtött. XP-t, mindent. Az azért úgy komoly. Amióta az utolsó belépésed volt, azután mindent, amit gyűjtött a karaktered, volt olyan, hogy visszamész, és akkor színültig volt loot-tal, mert mondjuk ott hagytad a karaktert gyilkolászni. És ő ezt szépen, amikor visszaléptél, meg is adta. Tehát vannak azért olyan játékok, amik nem csak arra mennek, és ott nem kell reklámot nézni a mobilon se, nem kell fizetni a játékért. Hát, hogyha akarsz, akkor persze vásárolhatsz dolgokat, de basszus. Nem kötelez rá a játék. Nem kötelez arra mobilon se, hogy nézd a reklámokat, és akkor erősebb leszel, gyorsabb leszel, ügyesebb leszel. Nem is emlékszem, hogy mi ott az egyetlen, ami miatt lehet reklámot nézni. Tehát, hogy még nem is az van, hogy most erősebb leszel akkor, hogyha megnézed, és akkor adunk neked 0,00001% szorzót, és akkor nézd meg 5000 hirdetést, mire 1%-ot véletlenül is tud nőni az az egész szint. Nem. Ott nem. Ott azt csinálsz, amit akarsz. Szerintem a játékosok 95%-a az életében nem fizetett egy fillert se azért a játékért. És néha-néha úgy rájön az emberre az, hogy azzal már olyan régen játszottam, úgy hiányzik egy kicsit az a játék. Felmész is, és onnan folytatod, ahonnan abba hagytad. Jól van. Got it. Mehet. Klik. Daráljad. Még én is rámegyek, jó? Essünk lefelé, mint az állat. Gyere. 10 perc. Nagyon jó. De szeretlek. Ez a másik ezeknél a játékoknál, ami úgy aránylag idegesítő tud lenni. Ez a... Vedd meg a gyorsítót, amitől jobb leszel. Így van. 15 másodpercet jónak lenni. Utána várjál 10 percet. Tehát az egész játék amúgy látszik, hogy tipikusan mobilról jött. Nem leszólni akarom, mert amúgy meg... Tetszik. Tehát, hogy én el vagyok vele. Gerét, mit akarok itt venni? Mit kell venni? Fox and Fiddle damage 100%. All damage by 10%. És hetet tudok megvenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Okay. Annyit tudok megvenni, amennyi van. Meg akarod nézni, hogy meddig mentél le? Addig. Onnan. Jó. Majd ez kiderül, hogy amúgy mit jelent. Amúgy magával a játékkal nincs gond. Tehát, hogy tetszik. Ez a tipikus, csak ez a kattingatás, tehát egy kicsit lehetne már most gyorsabb. Merre megpróbáljuk ezt a szerencsétlent ráhúzni erre. Nem, az úgy csak 6. Ha odahúzom, akkor 5 meg 9. Ha megcserélem, az ott 7. Az ott 4. Nagy is 4. Az úgy 9. Az úgy 6. Ez úgy... Hát eddig az 5-9 a legjobb így ebben az elrendezésben. Bár nem tudom, hogy az 5-öshöz csinál-e valamit így. Mert itt nem látszik, csak a 9-es.
Érdekes. Érdekes. Nem baj. Igen, meg ezeknél az idle játékoknál amúgy ez a másik, ami ilyen tipik, hogy mindig van valami, amire rá kell kattintanod. Ez azért van, mert hogyha nem kattingatod a kis szerencsétlent, hogy itt miért van teljesen más ikonja, mint ott, ahogy kinéz. Mert ez ugyanúgy néz ki itt lent is, meg ott fent is. De itt egy barna róka van, vagy ilyen vörös, ott meg egy fehér. A háta mögött meg ott van a... Ja! Meg... nem szóltam. Nem szóltam, jó? Most vettem meg rá ezt a skint. Jill Bear. 5000-ért. Igen, és akkor ilyenkor jön ez, hogy így ülsz, cuttingatsz, és várod, hogy elérje arra a szintre, amikor a játék kiírja, hogy na most már lehet rezetelni a játékot. És akkor kezdheted az egészet előről, csak egy picivel gyorsabb leszel. Ezeknél a játékoknál az a jó, akkor szokott jó érzés lenni egy ilyennel játszani, hogyha olyankor, amikor megcsináltad, elértél arra a bizonyos szintre, és rezetelted a karaktered, akkor utána úgymond érzed azt a fejlődést. Lehet, hogy ugyanúgy be fog lassulni, amikor elértél ugyanarra a szintre, ahonnan újra kezdted, de tehát a progress az gyorsabb addig, amíg eljutsz ugyanarra a szintre. Nem is tudom, mert valamelyik játék ezt amúgy nagyon jól megoldotta, ilyen mobilos klikkelős játékból, hogy ott tényleg, tehát amikor fejlesztettél egyet a karaktereden, ugyanoda, ahonnan rezetelted, néhány másodperc alatt el lehetett érni. Utána ugyanúgy belassult, tehát hogy ott már megint egy akkora lépés volt a játékon belül, meg a játék tempójában, hogy visszalassultál, de nem kellett, mondjuk mit tudom én, eljutottál arra a szintre, most mondok valamit, nem vetted teljesen komolyan a játékot, vagy nem ismerted eléggé még a beállításait, vagy az, hogy egyáltalán mire érdemes rakni, hogyan érdemes húzni a karaktereket. És akkor nem indultál, és mondjuk másfél napodba telt az, hogy eljuss oda, hogy az első rezetet megcsináld. És akkor most gondolj bele abba, hogy ott, amíg eljutottál, most tényleg másfél nap alatt jutottál el, mit tudom én, napi egy óra játékkal, most mondok valamit. És akkor utána azt mondja a játék, hogy de kötelező rezetelned, mert amúgy úgy fogsz csak erősebb lenni. És akkor így belegondolsz, hogy most megint másfél napot szórakozzak végig, hogy eljussak ugyanide. És azért jók ezek, amikor tényleg úgy növekszik a szint, hogy utána azt a másfél napot, amit mondjuk te rászántál előzőleg, azt nem másfél nap alatt csinálja meg a játék neked, hanem mondjuk mit tudom én, 20 perc alatt. Tehát mondjuk két óra, két és fél óra játék helyett, meg vagy 10-20 perc alatt, eljutottál ugyanoda, ahol abba hagytad. Neked érezhetően gyorsabb a játék, és tényleg megérte a rezet, hiába ugyanott álltál meg, de mégis. Tehát, hogy gyorsabban eljutottál A-ból B-be, mint első alkalommal. És utána a következő alkalommal, amikor megint lerezeteled a karakteredet, akkor megint ugyanez lesz, hogy megint azt fogod érezni, hogy új, de tényleg tök gyorsan megérte megcsinálni. De amúgy van olyan játék, ami meg kijelenti azt, hogy amúgy nem feltétlenül jó az, hogy ha állandóan rezetelgeted, mert többet fogok neked adni azzal, ha nem rezetelgetsz. Játékfüggő amúgy ez is, hogy mikor mi a jó megoldás, de amúgy az a játék, aminek úgy van a mechanikája kitalálva, hogy ne a reset
határozza meg a játékot, hanem az, hogy mondjuk mit tudom én, minél messzebb jussál a játékon belül, mert mondjuk mit tudom én, az többet ér a játékon belül, ha eljutsz minden tizedik szintre, most mondok valamit, és akkor minden tizedik szinten van egy valami, ami többet ad, mint a reset. Vagy a reset amúgy nem ad semmit, hanem azt, amit addig összegyűjtöttél, azt használhatod fel, mint például itt most a fosszília. És azoknál a játékoknál egy idő után már nem éri meg azt, hogy állandóan akkor rezetelj, amikor elérsz az adott szintre. Hogy már rezetelhetsz. Hanem ott az a lényeg, hogy ameddig csak bírod, eltolod a karakteredet, és akkor utána, amikor tényleg eljutottál x-edik szintre, akkor utána azt mondod, hogy már van, mit tudom én, 5000 olyan valamim, amit felhasználhatok, hogyha rezetelek, és akkor rezetelek. Amikor már mondjuk, mit tudom én, háromszor egymás után nekiugrasz a bossnak, és nem tudod megölni az adott szintű bosst, stb. És azok a játékok kifejezetten a tutoriálokban ezt mondják, ki is jelentik, hogy amúgy nem szabad. Tehát, hogy itt ennek a játéknak nem az a lényege, mint amihez hozzászoktál, hogy amint lehet rezetelj, hanem itt told el addig, ameddig csak lehet. Az elején nyomjad, tehát az elején csináld ezt, hogy állandóan amilyen gyorsan csak tudsz rezetelsz. De, vagy prestizsálsz, vagy melyik játék, hogy nevezi amúgy. Én rezetnek nevezem, mert amúgy tényleg rezeteled a karaktered olyankor. Minden, amit addig elértél, mindent elvesztesz. Akkor, amikor volt egy játék, aminél amúgy kifejezetten fájt. Mert ott olyan lassú volt a játékmenet, hogy napokon keresztül kellett menni ahhoz, hogy elérj a prestízs szintig. És akkor olvasod, hogy mit csinál a prestízs, és akkor ilyen tényleg ilyen 0,0001%-ot ad hozzá. És így mi van? És lerezeteled, és megint elkezdődik az a nagyon-nagyon lassú, szenvedős, tényleg bele zsibbad a kislábujjad is, hogy játszanod kell a játékkal, és így nem. És törlöd. Van ilyen játék is. Ez amúgy jelen pillanatban még amúgy nem tűnik olyan nagyon bosszantónak. Tehát itt most, hogyha rezetelném, akkor az azt jelenti, hogy jó, már 16%-ot adna. Az azt jelenti, hogy 10x16%. Az mondjuk már nem rossz. Csak nem tudom, hogy lehet vezetelni. Mert ezt amúgy a játék nem jelzi, hogy ide kartincs, aztán utána újra kezdheted. Ja. Majd akkor felnyílik, ha benn vagy, ez a prológban el se érhető, úgyhogy várjál, aha, hát hogy az lesz, Keymaster, nem, Captain Ironbird, nem, hát ez se az, jó, Research. 60 ilyen. Ujjjj. Jó, ez nem. Aha. Ez se az, pedig amúgy ez már izé. Ez már jó lesz. Jó, hát valahol majd csak kiírja, mert úgy nem látom az izét. Ezek permanent bónuszok, ezek megint mások. Let's do it! Fejlesszük fel. Taskokban se, itt sincsen ilyen. Nem tudom.
Vagy ha mindenkit kifejlesztettünk, mivel hogy prológ alapból nincs is benne maga a reset, az lehet. Mindegy, kattingatunk, mint a állat. Ojé, püf, 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 püf. Amúgy már nem is olyan rossz a sebességünk. 6221 damage. Az amúgy nem rossz. Az amúgy nem rossz. 6200 másodpercenként. Mondjuk már most 36000. Jól látom, 30. Hát 30000. Tehát így is 5 másodperc nekik, transfer kb, mire megcsinálják. Magukban az egy szintet. Én meg még ráadok nekik 2700-at, csak nem másodpercenként. Hát kíváncsi lettem volna rá. Már most amúgy nem sokára befejezzük szerintem ezt a részt. De ezzel fogunk még egy kicsit játszani, mert csak érdekel, hogy mi van a legaljában. Vagy hogy meddig kell lemennem ahhoz, hogy engedjen rezetálni. Itt mi lett? Szóval, ja, tehát, hogy amúgy még most eddig jónak tűnik a játék. Majd utána nézzünk, hogy mennyi, hogy merre, mi, mennyibe fog kerülni egyáltalán. De megmondom őszintén, hogy... $5 szerintem többet nem adnék. Így ezért, amit most látok. Ezekkel a játékokkal ennyi a probléma, hogy egy darabig játszol vele. Tök jó. Most egy fél órája beszélek, és nyomkorom a gombot, és már most azt érzem, hogy mindjárt vége. Tehát, hogy értitek, nincsen benne az a faktor, hogy én ezt így arami sokáig akarom csinálni. Tehát ezt max úgy csinálnám, hogy megfognám, hogy beállítanék egy autoklikkert, aztán toljad neki testvér. Másik az, hogy amúgy nem tudja a dupla kattintásomat érzékelni. Na most jó volt. Ez most egy, ez éppen kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. Ez gyorsabb, hogyha kattingatok, csak ez meg már az ujjamat kikészíti. Szóval, ja, tehát, hogy amúgy nem rossz játék, így első ránézésre. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz, amikor kijön teljesen. Félek azért tőle, hogy mert az elején írja, hogy vedd meg egyszer, játssz örökké. Értem, de mondjuk, ha azt mondod, hogy ez egy $10 játék lesz, vagy 15, vagy 20, akkor nem. Köszönöm. Tehát, hogy mondom, 5-nél többet így. Nem. Nem. Nem tudom, hogy mi lesz a többi szinten. Nem tudom, hogy mekkora tartalom lesz benne, de abból, amit eddig így kattingatok, ez így, jó, csak bocs, nem. Tehát ezt így nem csinálnám, nem jönnék be így minden órában, hogy eltűnjön kartinga csak egy kicsikét. Hanem ezt úgy játszanám, hogy a másik az, hogy bele akarják vinni ezt a mobilos, hogy gyere vissza márlandóan. Annak az a lényege, hogy a pénzbevételt tudja vele növelni. Mert mondjuk tegyük fel, egy reklámot mutat neked, stb. De ha itt ez egy megvásárolható játék lesz, és nincsen hozzá csak mondjuk max DLC, vagy valami, de nem látom azt, hogy például a bolt elő lenne arra készítve, hogy bármi olyat lehessen benne venni. Lehet, hogy lesz ilyen, de tehát, hogy alapértelmezetten azok a funkciók, hogy gyere vissza minden nap, mert adunk neked valami újat. Ezek a mobilon jól működnek, mert tud neked egy értesítést küldeni,
Itt hol fog? Ott lesz az értesítés az asztalon, hogy ott az ikonom. És? Ha éppen olyan hangulatom van, nem tudom meg. Tehát nem biztos, hogy sokszor újra játszható lesz, vagy sok ideig játszható lesz a játék. Én bízom benne, figyelni fogom, mert amúgy ezek a típusú játékok amúgy nekem tetszenek. Figyelni fogom, hogy mi lesz belőle hosszú távon, hogy hová fog alakulni, mi lesz itt a következő szinteken, mi fog megnyílni, mi a következő lépés a játékon belül. De per pillanat, ez mondom, én úgy emlékszem, majd utána fogok nézni, de szerintem ez megvan ilyen mobilon, és én ezzel játszottam is mobilon. Ha nincs mobilon, akkor pont kifejezetten ez a játék, akkor pedig van olyan, ami 99%-ban ugyanez. A másik amúgy, ami most így nagyon fura még az, hogy hiába van egy csomó bigyókám. Tehát én még mindig gyorsabb vagyok a sok kattintás miatt. Mert én egy másodpercben nem egyet kattintok, mint ahogy ők egyet ütnek, hanem én sokkal többet tudok kattintani másodpercenként. És amúgy ez így érződik, hogy hiába csinálod, hiába nyomkodod, úgy nem haladsz olyan gyorsan. Mert ezeknek az idle játékoknak az egyik szépsége általában ez, hogy ülsz, és nézed, ahogy fejlesztenek a karaktereid. Ahogy mozognak, ahogy ütik a követ alattatok. De tehát, ha megnézed, tehát ezt mondom, nem hagy pihenni, mert már ott van az, hogy azt is kattintani kellett volna. Ez a szint sokkal lassabb, tehát már így az agyadban ott van az, hogy csak kattintani kellene kettőt, mert gyorsabban meg lesz. Érted? Rá kényszerít a játék arra, hogy játsz. És az idle játékoknál meg szerintem pont az a szép, amikor nem játszol tényleg 2-3 napig, visszalépsz, és akkor ugyanúgy folytatod onnan, ahonnan abba hagytad, csak mondjuk mit tudom én, van egy csomó pénzed. Na mindegy, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Folytatjuk majd még ezt a játékot is, meg megyünk a Clover Factory-re is vissza egy kicsit. Úgyhogy hát remélem, hogy sikerült valahogy ezt az egész műfajt bemutatni. Aztán még egyet. Hol van? Kattintok, várja. Oh, 10 millió damage-et nyomtunk. Aszta. Nem még egyet. Nem még! Ja, hogy ez is egy ilyen... És nincsen semmi más gomb, amit nyomhatnék, hogy üssek. Tehát mindenféleképpen kattingatni kell. Nem lehet az, hogy még a space-re ráfekszel, és akkor hadd menjen. Szerintem egy számítógépes játéknál mondjuk például az is pontos. Click damage. Ó, egy hatossal több van, mint aminek lennie kellene. Na nem baj. Jó van. Lájkoljatok? Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. És találkozunk valamelyik következő részben. Sziasztok!